Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok. Ők a Dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokac révhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Ez a 13. Dunai mosás itt, amit az olvasókör megszervezett a mai napon. Ez egy fáradtságos munka volt valamikor a 40-es években. Abba maradt, ugye megjöttek a mosógépek, azóta az asszonyoknak sokkal könnyebb dolguk van, mint a régi világban. Ez egy nagyon nehéz fizikai munka volt, amint itt mögöttem látszik is, tehát meg kellett vizezni a ruhát, mosófával, szappannal mosták, előtte ugye egy nappal lugzóba, hamuval meglúgozták, hogy az a koszos ruha tiszta legyen, és úgy érkeztek le a Dunára annak idején régen családok, szomszédok szervezték együtt ezt a nagy dunai mosást. Talán azt hiszem, hogy sikerült ez a 25 év alatt átörökíteni azt, amit szerettünk volna, és igazán vannak fiatalok, akik köztünk nőttek már fel, most már 25 évesek, és azok azért viszik tovább, és bízom benne, hogy a továbbiakban is, amikor már az idősek kikopnak, elkopnak, azért lesz egy olyan generáció, aki ezt be tudja mutatni még a továbbiakban. A július első hétvégén megtartott program során nehéz évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyópartján, természetesen hagyományos eszközökkel. A dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszappanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását, mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Először bevizezzük a ruhát, ugye a pöndőket, minden, amit a mosásra szoktunk hozni. Majd mikor bevizeztük, utána szappannal átdörzsöljük, meg is mutatom. Jó, bevizezzük. Majd jó, alaposan be kell szappanozni, majd ezzel a úgynevezett pratyákkal szépen kiütögetjük belőle a koszt, a vizet. Hasonló képen, mint ahogy egy mosógép. Most, majd alaposan kiütögettük belőle, újra bemártjuk a vízbe. Jó, alaposan, és ezután pedig kicsavarjuk. És igazából ennyi a menete. Ezt nagyon sokszor kell ismételni, akkor lesz szép tiszta a ruha. Ugye ezek a szappanok, ezek régi kézműves szappanok, tehát ezzel azért sokkal könnyebb volt régen is mosni, mint egy mai hagyományos szappannal. Nagymamám a Szigetben él, és ő is régen a Dunára járt az ő szüleivel, nagyszüleivel mosni, amikor még ez mindennapos volt. A mosás jó hangulatáról helyi zenészek gondoskodtak. Érdekes a történet igazából, mert kettő zenekarból állunk össze, Orkesztár Glasovi, illetve az Orkesztár Fermata tambura zenekar. Ez a kettő zenekar állt össze, mind a kettő mohácsi, igazából barátok vagyunk, jó barátok, és így történt ez az egyveleg. Gyakran szoktam részt venni ezen a rendezvényen, valamint több horvát sokat rendezvényen is itt Mohácson, de nagyon szimpatikus, meg jó hangulat, jó a társaság. Horvát származású vagyok, természetesen félig, anyukám horvát, és hát igazából 9 éves korom óta zenélek tamburán. A mohácsi zenekarral már egy 3-4 éve fel is lépünk az összes rendezvényen, amit megrendeznek itt Mohácson, mint sokac, mint horvát, igazából magyar rendezvény, bármelyiken. A sokac rendezvényt folklór műsor zárta.